Már a július végi képzőtáborban ott voltak a kékcápák kosarasai, azóta pedig több tucatnyi edzésen és jó néhány felkészülési meccsen van túl a csapat. A bajnokság ezen a hétvégén rajtol az NB1B piros csoportjában, és bár az erőviszonyokról még nem sokat lehet tudni, a nyíregyháziak mindenképpen az élmezőnyt célozzák meg. Úgy gondolom, hogy bizakodóan várhatjuk a szezon kezdetet, hiszen lejátszottunk közel 7-8 edzőmérkőzést, minden olyan csapat ellen győztesen hagytuk el a parkettet, aki a saját csoportunkban szerepel, illetve azt gondolom, hogy a Sitku Ernő emléktornán sem vallottunk szégyent két első osztályú csapat ellen. Az látszik, hogy nagyon sokat jelent, hogy az első pillanattól már augusztus 1-től együtt készülünk, légióssal együtt, magyar játékosokkal együtt, és lassan két hónap után összekovácsolódik a csapat, tekintve, hogy két nehéz mérkőzéssel indul a szezon, biztos nem lesz könnyű. Viszont én nagyon bizakodó vagyok a csapat teljesítményét látván. Lépésről lépésre kell haladni. Első körben egy jó szezon rajt nagyon fontos, és stabilizálni a pozíciónkat az első helyek egyikén, majd a rájátszásnak a biztos elérése, és ott lépésről lépésre haladni. Látszik azt, hogy a Kaposvár nagyon erős lesz a budapesti csapatok közül, a Mavca, BKG, a Vasas mindig erős, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 4-5 kiváló játékerőt képviselő csapat közül kell nekünk odaérni az első helyek egyikére. Merin Mekmedovics vezetőedző a felkészülés kezdetén sok munkát helyezett kilátásba, és az elmúlt hetekben tartotta is magát az ígéretéhez. Nagyon sok munka végeztünk, most is megy a felkészülés első meccsen, ami szombaton lesz. Hát még mindig ott állunk, hogy a fiatal csapat. Fiatal csapatban nehéz mondani, mennyi munka kell, hogy ez minden jól működik, optimista vagyok. Srácok azt a fiatalság próbálja, és ezt a sok munkát úgy venni, hogy ha a csapat jól szerepel bajnokságban, akkor neki egyéni fejlődés is ez látható lesz. A játékos keret alaposan átalakult, de a csapatkapitány Bonifert Bendegúz szerint mindenki megtalálta a helyét a pályán és az öltözőben. Nagyon sok az játékos, de mint már többször mondtam, inkább fiatalabb játékosok alkotják a keretet, és ezáltal szerintem kevesebb az olyan egyéniség, akit be kéne törni, be kéne állítani a sorba, hisz mindenki úgy jött, hogy teszi a dolgát, és beállt a sorba egyből, úgyhogy ez a hierarchia viszonylag gyorsan kialakult, és abszolút nem volt semmilyen probléma, és egy nagyon jó hangulat. A szombati ellenfél Vasast felkészülési meccsen Budapesten legyőzték a cápák, de a vezetőedző szerint ez nem jelent semmit a bajnoki meccs szempontjából. Ez egy nagyon kellemetlen ellenfél. Kellemetlen ezért, mert ők halál komoly készülnek a bajnokságra. Ők biztos egyik csapat, aki első kezd felkészülés. Ott minden van a terv alapján, ott nincs improvizáció, ők saját roster úgy csinálták, ahogy játékkoncepció mondta, igazolták néhány jó játékos, néhány is elment, de nagyjából kőkemény meccs várok, és ez nagyon fontos meccs. A Hübnél Nyíregyháza Blue Sharks Vasas Akadémia mérkőzésen szombaton 17 órakor dobják fel a labdát a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20:30-tól láthatják a találkozót. A nyitóforduló további párosítása a következő, Meavc Fót, Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, Óbudai Kaszások, Kaposvár TF Budapest, BKG Prima Akadémia Jászberény és Deac U23 Salgótarján.